Január 1-től nem csak gyest, hanem gyedet is kaphat az a főiskolai vagy egyetemi hallgató, aki 2 fél évet tud igazolni nappali tagozaton. A felsőfokú alapképzésben, szakképzésben vagy felsőoktatási szak, illetve továbbképzésben résztvevő hallgatók a minimálbér 70%-át, míg a mester vagy doktori képzésben résztvevő fiatalok a garantált bérminimum 70%-át kaphatják meg gyedként. Lehet tanulni kisbaba várása mellett is. Teljes életet élhet az a nő is, aki a tanulást vagy a kutatást választja. Ezt Klinkhammer István mondta, aki szerint a kormány döntésével biztatást és mintát is szeretett volna adni az újabb generációknak. 300 000 hallgató van a magyar felsőoktatásban, a doktorandusok száma is igen jelentős, de azért ez egy kisebbség, de nagyon fontos kisebbség, hogy a gyerekvállalás, a tudományos pályára való felkészülés együtt legyen, és egyik se akadályozza a másikat. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája minden olyan kormányzati lépést támogat, amely ösztönzi a gyermekvállalási kedvet. Üdvözöljük, hogy ez ilyen hamar megvalósulhatott, és bízunk benne, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket. A Doktoranduszok Országos Szövetségének programjában már régóta szerepelt a tanulás melletti gyed. A gyermekvállalás időszaka az a doktori évekkel nagyjából egybeesik. Ugye, ha valaki doktorandusz lesz, az hamarabb nem lehet, mint 23-as életév, és nagyjából 23 és 30 közötti korosztály az, aki a doktori képzésben részt vesz, ebből kifolyólag halmozottan érintett ebben a kérdésben. Az ország 27 intézményében jelenlevő szervezet azt is szeretné, ha a doktori évek a nyugdíjjogosultságba is beszámítanának, és tovább tárgyalnak arról, hogy kollégiumban is élhessenek a gyermeket vállaló párok. Az úgynevezett diplomás gyed szabályai a január 1-je után született gyermekek esetében érvényesek, azok 1 éves koráig.